Szevasztok, Jupi vagyok, Tini Ninja 19. részét fogjuk csapatni. Kezdjük elsőnek is ott, hogy egy csomó új karakterünk van. Leonardo Space, azaz most már űrbéli Leonardo vagyunk, fejleszünk is szépen, meddig lehet tolni, 30-ig úgy látom, így is van. Két csillag 30-as szintig, pont elég, és még van kettő új karakterünk, Michelangelo Space. Ezeket egyébként tornamentből szereztem, hogyha valaki kíváncsi rá, hogy honnan vannak ezek. Tornamentet toltam, jó helyezést értem el, és itt az eredménye. Michelangelo is megvan, illetve van egy Rafael. Annak idején egyébként, még fiatalabb voltam, most már ugye látjátok, hogy ki vagyok, illetve, hogy nem vagyok 8 éves, szóval még fiatalabb voltam, nekem Raffaello volt a kedvencem. Írjátok le kommentben, hogy nektek ki a kedvenc. Szívesen várom, vagy fogadom. Karait közben tudtuk fejleszteni, most már full 5 csillagos. Így elvileg 80-as szintig eléggé jók vagyunk Karaival. 69-ig tudnánk tolni, de nem nagyon van. Trutyi, na mindegy, Stockman Fly. Ő is evolúcióba fejlődik, ő még csak 4 csillagos. Nyilván azon leszünk, hogy meglegyen mind az 5, ha már aranyszínben van. És ez a növény. Ja, mondjuk növénynek. Ő is fejlődött, és tudjuk még fejleszteni, majd mindjárt visszatérünk rá közbe. Donatello-t is fejlesztjük 2 csillagosra. Nem tudom, hogy fogok-e velük játszani, egyenlőre fejlesztjük és kész. A Rafael Space-t ugye nem fejlesztettük ki, úgyhogy most megkapja a második csillagját, mert ugye csak megszereztük. És van egy rank up, azaz, ez is be tudunk menni a bronzból, és immáron egy csillagot még pluszba tudunk szerezni. Nem tudom, hogy későbbiekben lehet, hogy megszerezzük, de egyenlőre jól van az így. Na hát egyenlőre ennyi, ez szépen begyűjtjük, mert kell a trutyi. Nagyon fogyóban vagyunk sajna. Folytassuk ugye a küldetéseket. A videóban általában ugye ezt szoktam csinálni. Nyilván videón kívül azért tornament ezek, amint elmondtam a videó elején, hogy azért tornamentből vannak az új karakterek. Egyenlőre még van küldetés, ezt fogjuk csapatni. Egyes gyorsaság és én irányítok, ezt nem győzöm hangsúlyozni, minden videóban elmondom. Ugye van automata támadás, hogyha valaki nem tudná, illetve kettes gyorsaság, azaz gyorsabban pörög lefele a meccs. Szerintem ez így jobb. Kérdés, hogy kinek. Szóval szerintem ez így jobb, mert élvezhetőbb videó szempontjából. Nyilván, hogyha játszok, akkor én is kettes gyorsasággal csapatom. Közben rakétával mindenkit kinyírtunk, azért az nem rossz. Szóval a videón kívül pontgyűjtésre simán kettes gyorsaság automata is ledarálják ezeket a 46-os szintűeket például, szerintem. Kapott egy kritikát és alig volt élete, nem mindegy. Megvan a Victory 3 csillaggal, Churio. Az a baj, hogy most már nem nagyon tudom utolérni a tyupi szintet, ugyebár 69-ig lehetne menni, de hát még csak 62-k vagyunk. Igen. Nem nagyon fog ez menni, nem fogom most már utolérni magam. Rengeteg trutyiba kerül, amit látjátok, 9300 trutyi, úristen, nagyon sok, 9400, hogyha fullon van, és nekünk alig van 40 ezrünk. Most már csak 36, szóval mindenkire rámegyek, és akkor elfogytunk. Úgyhogy egyszerűen nem tudom fejleszteni őket. Nem mindegy, és még ezek is itt vannak, 55-ösök. Úgyhogy egyenlőre 63 mindenki, akivel játszunk. Úgyhogy folytassuk a Chapter küldetést a Stitch 2-vel, azaz a kampányban a második pályát. Jók ezek a beszaladgálások egyébként. Hát 3 az 5 ellen azért van esélyünk. Mondjuk ők csak 45-ösök, Karainak ez a legújabb képessége, vagy támadása mondjuk így. Hát Leonardo-nak ez az alap, ugye. Xavit fogom lecserélni egyébként, ha jól mondtam a nevét, ha nem akkor bocsika. Szóval őt fogom lecserélni. Mert, meg is magyarázom miért, mert ő nem ilyen csapattámadós, mint például ez a Michelangelo féle rakét, hogy mindenkit megöl. Szóval értitek, mit mondok? Illetve Karainak is van ez a késdobálós, ugye ő is csapatot támad, azaz mindenkit. Leonardo-nak itt van ez a támadása, és szerintem meg is halt az ellenfél. Úgy is van. Ennyi. Szóval a kis fekete fiúnak, fogalmazunk szépen, fekete fiúnak nincsen ilyen támadása, úgyhogy őt fogjuk lecserélni, majd még nem tudom, hogy kire. Ja. Valószínűleg a gyíkember, ugye, akivel az elején kezdtük el a küldetéseket, vagy a kampányt.
Nem fogunk végigmenni egyébként, mert akkor lenne egy órás videó, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen negyed óra pont elég. De szerintem ezt már mondtam is, ja. Negyed órás videó pont elég, egy 20 perc, 25 perc az már sok, szerintem. De írjátok le kommentbe. Meg azt is, hogy jobb így, hogy láttok. Vagy nem. Közben, ha feliratkozol, dobsz egy lájkot, megosztani nem muszáj, de megosztod még jobb a videót. Köszi szépen! Nézzük ezt a csapat támadás Leonardo-tól. Tutti mindenkit megölt. Soron következők, Xavi jön, ha jól emlékszem. És őnek, látjátok, nincsen csapat támadása. Van egy alap, egy ilyen késelős, az cső. Holott az orosz miniszterelnök úrnak micsoda támadása van, géppuska plusz rakéta, azért nem semmi. Jó, vicceltem az orosz miniszterelnök úrral nyilván. Rossz vicc volt. Megvan a három csillag. Nézzük ezt. 150 XP-t kapott mindenki, ami jó is. Ennek kevesebb trutyit kell majd elpocsékolni. Nyilván nem fogom megválni, hogy kigyűjjön, mert az... A tyupi karakterem fejlődik 8 szintet, mire a sima kis katonáimat tudom egy szinttel feljebb tolni szerintem. Úgyhogy ha nem trutyiból veszem meg. Na mindegy, szóval nem fogom megválni, hogy kigyűjjön. Majd szépen ilyen 5000-esével megveszegetjük. Ja. Nem tudom már a következő videó hol lesz, lehet már 70-esek leszünk, bár nem ígérem. A most 63-as karakterek. Majd meglátjuk. És én már tudom, ti még nem. De majd meglátjuk, meddig jutunk el velük. Nyilván rengeteg játékidő megy bele, aki játszik vele, azt tudja, hogy azért ez nem egy ennyi, mint amennyit én itt videókba felveszek. Rengeteg játékidő megy a játék, hogy ilyen szinten legyünk. De ha valaki most kezdi el, egész nyugodtan. Szerintem nem rossz játék, félek, ha valaki szereti a tini nincs át. Közben már egyre keményebbek az ellenfelek, már itt van 49-es is. Jó, mondjuk ő a főnök a csapatba. Ezt a kéket lehet ki kéne írtani, úgy is van. Nekem ne töltse itt az életüket, csoró. Együttésből meghódt szegény. Na látjátok, ennek ennyi támogása van, és ezt is kimisszelték. Kösz, haver! Na, legébb puskázzuk őket, lehet a rakéta jobb lett volna. De kettő így is elpusztult, úgyhogy szupcsi. Ezt lelángszórózzuk szépen. Eléggé jól sebződött. Hát... Gondolkodtam rajta, hogy pocsikoljam el ezt, de... Mindegy. Az effekt miatt elpocsékoltuk, de amúgy meg simán együttéssel meg tudtuk volna ölni. Na hát, ezt is lehoztuk ezt a meccset. Jó, nem volt kihívás. Van azért szintkülönbség. Szerintem jóval erősebbek vagyunk, ha azért 63-as szint azért az nem rossz. 95 trutyit kaptunk, hát ez nem sok. Tornamentből egyébként jó trutyikat lehet szerezni, ilyen attól függ, meddig jutok el benne, de egy meccs egy ilyen ezret hoz, ha már jó szinten vagytok. Az elején nyilván 300, 400, 600, 800, és akkor úgy egy ezres már össze lehet szedni meccsenként. Ha jól tudom, az én karakterém meg már 6 óra hossza kell, hogy a feltöltődjön, szóval 6 óránként tudok egy meccset tolni. Ez kemény, napi 1-2, max. Mondjuk, hogyha fenn vagytok 0-24-be, vagy legalább 6 óránként ránéztek a játékra, akkor le tudjátok tolni a napi 4-et is. De nem ajánlom. Nincs értelme. Na mindegy. Tévedtünk egy kicsit a témában, nézzük a játékot. És hát ti nézitek, én megpróbálom itten lejátszani a tutiságot. Ez a legjobb, amikor fullon van az életük, és 4-3 megdöglik. Így már tökéletes. Most Leonardo fog jönni, neki is van csapat támadása. Ezt most ki is fogjuk használni. Mivel az enemy elég erősnek tűnik, itt már 50-esek is vannak, srácok, hoppácska. Nyilván nem kihívás még mindig, bár szerintem ezeknek a hátrészét már nem tudnánk letolni 63-as szinten. De az nem is ebben a videóban fog elkövetkezni. 95 trutyi, hát azért kaphattunk volna mást is, már nem azért. Szóval egyenlőre a normált toljuk le. Ha valaki le akarja fordítani, megállítja a videót és lefordítja, hogy ezek mit beszélnek. Én nem tudok angolul. Ti tanuljatok. Szóval én nem tudok angolul, úgyhogy ezért nem is olvastam el. Tudom, nagy hátrány, németet tanultam annak idején. Mindegy. Azt se tudok.
Hú, második kör. Hát ezek gyorsan meghaltak egyébként, bár ezek már 49-esek. Rakétát kéne szerintem használni, vagy azt inkább később. Ez is pont elég volt. Mindenkitől együttést bekapnak szépen. Hé! Hey, nem osztottunk lapot. 71-et sebzett. 71-et, hékások! Meg 1690-et rájuk sózunk, ők meg 71-et. Tele vannak eséllyel, mi? Nyilván nem. Ők meg csak hárman vannak, de 51-esek mind a hárman. Ide kell a rakéta. Hú, jól van, a halas meg is halt. Hát szerintem pocsékoljuk el ezt. Jó, és már csak egy van. Razar. Ő megvan nekem. Hát ő sem egy olyan jó karakter, szerintem. Kövezzetek meg, ha tévedek. Neki sincs csapattámadása, viszont köszi, ha szépen feliratkoztál, dobtál egy lájkot és megosztottad a videót. Köszi! Veressük tovább, itt legalább kaptunk több dolgot is. Ó, hát biztos nem megyünk el 12 is, rácok. Egy kettőt szerintem letolunk, és akkor annyi. De meglátjuk, meglátjuk. Na jó, nyilván nem, mert elmondtam az elején, hogy nem lesz 20 perces videó. És amit látjátok, 11 perc. És itt már 50-esek az alap támadó egységei. Az az első hullámban az első emberei. Akkor mennyi lesz a vége? 52-53. Az már csak 10 szint különbség. Helyikás. Jó, feltöltötte mindegyiket. Jó, mondjuk kimisszeltük ezt az ütést. Ez meg 408. Na, hát már mindjárt jobban hangzik, mint a 71-es sebzés. Ő részükről nyilván. Mi azért 1600-1700-akat oda pirítunk. Puff. Puff. Nem tudom, mert csak az elmat sebzett. Na mindegy, nincs csapattámadás. Ezt a stockment ki kell nyírni, mert tölt itt nekem az életet majd. Őristen, alig sebződött valamit. Nézzük meg Leonardónak ezt a spéci rugását. Jól van, 2500, azért az már szép. Ugye, 2004-es sebzek, Savi. 600-akat kaptunk vissza. Ez csapattámadás lesz. Jó, egyelőre jók vagyunk, nem nagyon vagyunk veszélyben, srácok. Legránátozzuk szépen. Ó, úgy is van. Azért az jó, amikor már ilyen spéci támadás képes kinyírni őket, szerintem. Leonardónak spéci képesség tölti magától az életét, de csak az övét sajnos. Jó, szépen megvan késő. Ugye mindegyiknek már 60-as szint felett, ha jól tudom, már mindegyiknek van külön ilyen alapképessége, amit tud csinálni. Egyiknek méreg, a másik életet tölt, a harmadik nem tudom, mit csinál. Szóval értitek? Van, amíg a te csapatodat tuningolja ilyen alapképességgel. Kapjátok a rakétát. Jó, na ez szép, ez szép. Ezeket le tudjuk itt szedni egy-egy ütéssel. A katonával lesz itt probléma. Hagyjad már magad, kimisszeltük. Harmad gyenge voltál, haver. Ezt is kimisszeltük, szupcsi. Kapjátok a rakétát. Ó, nem gondoltam volna, hogy a katona fog megnyekkenni. Nem semmi. Nem semmi. Jó ez a rakétát, azt szerintem menjünk még egy pályát, mit gondoltok? Kaptunk egy kis trutyit. Stage 8-9 át. Még ezt még letoljuk. Nem maradjon annyi a következő vidinyóra. A következő videóban viszont már el tudjuk kezdeni a hardot. Hát igen, ott már egyszerűbbek lesznek az ellenfelek. Van egy olyan érzésem, hogy ott már ez a szint, ez gyatra lesz. Főleg, hogyha már így se tudjuk őket megölni egy ilyen csapással, csapatcsapással. De jól hangzik, csapatcsapás. Na mindegy, egyenlőre nézzük ezt a meccset, majd a többivel ráérünk. A következő videóban foglalkozni, ami következő hónap elején fog jönni. Október elején. Első hete. Jó, azért azt megpróbáljuk úgy csinálni, hogy első hetében jöjjön. Nézzük a harmadik hullámot, ezzel hogy fogunk boldogulni, foglalkozzunk inkább ezzel. Még egy hónap van, amúgy nem is értem, mit kínlódunk itt rajta. Úgy néz ki, hogy ezt megnyertük, srácok. Úgy néz ki, hogy együttése volt Csórónak, azt is kimisszeltük. Gyengúzók, köszi szépen, ha feliratkoztok, illetve veritek a lájkot, köszi.
Sokat segít egyébként, higgyétek el. Legalábbis nekem visszajelzés, hogy megéri csinálni, amit csinálok. Na, 69-es szintennél fogjuk abba hagyni. Nyissuk ki ezt a shopot, hát ha kapunk valami szubcsi dolgot, 70 trutyi, 22 pizza, és egy kis szavit. Missziót is csináltunk meg. Én viszont szerintem ennyit terveztem volna mára. Ja, sztori, itt hagyjuk abba, chapter 6. És ugye stage 8, 9-dik fog jönni, 10-11-12, nem sok már, srácok, szerintem bőven le fogjuk tudni tolni a következő videóban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen a lájkot, a feliratkozás van, Discord csoport, Facebook csoport, link jelent van a leírásban, ha valaki akar csatlakozni, azt is megteheti. Legyen szép napotok, jó pihenést, meg ilyenek, aztán szevasztok!